Ezek a felvételek egy éve készültek Tomaj Monostorán. Tavaly június 7-én az iskolások leszálltak az őket iskolába szállító buszról, amelyen már csak a 4 éves Inez maradt. Őt az óvodához kellett volna vinni, ám a sofőr ott nem állt meg, hanem 8 órakor egy parkolóba hajtott. A kislányt 3:43-kor találták meg. A buszon ekkor már 50 fokot lehetett mérni, Inez teste pedig már 40 fokosnál is forróbb volt. A gondos orvosi ellátás ellenére 3 nappal később életét vesztette. Nagyon erősnek kell anyjának lenni, hogy ő ezt most túlélje. A tiszafüredi járásbíróságon most tartották a tragédia előkészítő tárgyalását. Az ügyészség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel vádolja az autóbusz vezetőjét. Ugyancsak a szakmai ismeretek részeit képezi az az előírás, mely szerint megállás esetén a járművezetője utolsóként hagyhatja el az autóbuszt, és ellenőriznie kell, hogy az autóbuszon nem marad senki sem. István vádlott azáltal, hogy a rendelkezésére bocsátott utaslista alapján nem győződött meg arról, hogy kit és hova kell elszállítania, továbbá a szállítás befejezésekor nem ellenőriztek elő gondossággal azt, hogy tartózkodik-e még valaki az autóbusz utasterében, megszegte az említett foglalkozási szabályokat, és ezzel a kiskorú sértett életét, testi épségét, egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek tette ki. A vádhatóság egy év 10 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott, aki nem járult hozzá, hogy róla felvétel készülhessen, tagadta bűnösségét. Így a 4 éves kislány halála ügyében a tárgyalást le kell folytatni.